Hello zusammen, a mai videóban egy olyan automosot szeretnék nektek megmutatni, amire véletlenül találtam rá, viszont nagyon jó maga a kialakítás, az elrendezése, a felszerelés, ahogy autót tudsz mosni, úgyhogy ez egy nagyon jó alternatíva azoknak, akik nem tudnak otthon autót mosni, vagy nem akarnak annyira pepecselni otthon, úgyhogy gyertek, megmutatom, hogy miért is jó ez az egész komplexum itt. A szokásos programok között megtaláljuk ugye az öblítés, lakfelületápolás, fényesítő öblítést, viszont van itt egy olyan gomb, hogy tisztítás. Nem az van odaírva, hogy habozás, hanem hogy tisztítás. Ezt, ha megnyomod, akkor tudsz magával a tisztító kefével habosan autót mosni, vagy hablándzsával. Olyan habot tud képezni ez az automosó, amilyet én legalábbis én Németországban egyáltalán nem láttam. Lehet, hogy van ilyen automosó, de én sehol. Pedig sok helyen jártam, és nem volt. Főleg nem, ami ennyi habot tudott volna képezni az autóra. Drágábbak voltak a mosók, és nem is tudott ilyen minőségű habot az autóra tenni. Elosztam a Golfot, elég sokat használom mostanában, egy hete, mert ugye mindig a BMW-vel megyünk mindenhova, jó idő van, lehajtjuk a tetőt, itt Magyarországon más, mert ha itt beköszönt a nyár, itt 3 hónapon keresztül jó idő van, nem esik az eső. Amióta hazaköltöztünk, egy csepp eső nem esett. Aztán most egy hete ugye elővettem a Golfot, előjöttek vele a gondok, azt megcsináltuk, viszont most, hogy Jenőhöz átjártam az autóval, nagyon koszos lett. Plusz meg akartam nektek mutatni ezt a mosót, úgyhogy pont kapóra jött, hogy le kell mosni a Golfot. Az a legjobb az egészben, mivel ez az automosó saját maga képez nagyon jó tisztító habot az autóra, leszögeznem, nincsen promóció, nem ingyen mosok, semmi, csak rengetegen írtatok, hogy hol van ez a hab, amit rátettem az autóra, mert ugye TikTokra is elkezdtem ilyen kisebb videókat csinálni, és láttátok a videót, rengetegen írtatok rá, de hol van ez a mosó, a címét, ha meg tudom normálisan nézni, vagy leírni, lent a leírásban megtaláljátok, de egyébként Kecskemétnél az Osannál balra balőszik felé elindultok, és ahogy a felüljáron látjátok, balkész felül egy kilométerre balra lesz, úgyhogy észre fogjátok venni. Én is úgy vettem ám észre, hogy mentem ballószögre, nézek balra, úristen, mondom, tiszta hab az egész autó. Lemondtam a megbeszélést, jöttem ide és lemostam az autót. És mivel ez az automosó nagyon jó habot képez, neked nem kell azzal foglalkozni, hogy 3-4 vödröt hozzál magadnak, elég egyet. Azért, mert a felniket meg tud takarítani felni tisztítóval plusz ecsettel, az autóra ugye kellene egy vödör habos vízzel, amiben a sampon van, vagy snowfoam is, vagy akár green start is tudsz beletenni, plusz még egy vödör, amiben öblítesz. Na ebben az esetben nincsen szükség erre, mivel habot tudsz az autóra magával a géppel rá tenni, képezni, fújni, hanem csak egy vödör kell, amiben öblítesz, és egy mosókesztyű van benne. Én is készültem egy kicsit, van nálam ugye egy vödör, ebben van tiszta víz, van benne egy rács, van benne egy mosós kesztyű, vannak nálam mikroszálas törlőkendők, ugye, amivel leszárítom az autót, meg amivel át tudom törölni, meg mindenféle finomság van még ide bekészítve. A legfőbb dolgok, amikre szükségünk van, az egy bogároldó, ugye a szélvédőre, lökhárítóra, visszapillantó tükörre, áoszlopra, egy felni tisztító, egy üres tiszta vödörös víz, amiben van ugye egy szűrő, egy mosós kesztyű és egy ecset. Mielőtt viszont nekiállnánk autót mosni, le kell hűteni a karosszériát. Még most csak reggel 8 óra van, alig bírtam aludni, hogy megmutassam nektek ezt a helyet. És az autó már most meleg. Úgyhogy azt kell csinálni, mielőtt nekiállnál akárminek is, hogy a felniket átfújjuk felni tisztítóval, az maga a kémia elkezd dolgozni. Ez idő alatt sima öblítéssel lehűtöd a karosszériát, és miután le van hűtve, jöhet rá az első réteg hab. We'll be right back.
Ezzel meg vagyunk jöhet az első lépésbe a hablándzsa. Ezzel átfújjuk az egész autót, kerékjáratokat, felnikre is mehet mindenhova. Ezt 3 percig állni hagyjuk, elkezdi feloldani a szennyeződéseket. Első rétegbe átsterimozzuk az autót, utána jöhet még egy réteg habozás, utána mosóskesztyűvel leöblítjük, lemossuk, aztán jöhet az öblítés. Most, hogy megvolt a második habozás, fogod a kis ecsetedet, és mindenhol át tud dolgozni az autódat, anélkül, hogy haboznod kéne otthon, mivel a habot csak úgy ráteszed az autóra, ha kell, akkor még teszel rá habot, és egyszerűen ecsettel átdolgozod mindenhol, ahol te úgy gondolod, hogy megállhat a kosz. Ha rám hallgatsz, akkor mindent, minden repedést, rést átecsetezel, és akkor biztos az autó mindenhol patent tiszta lesz. Presence all around me.
love was made of water, I'd be drowning. I'm grateful that I'm here and that you found me. The way you showing love is astounding. Keep this moment, hit record with the repeat on it. Keep it on, gotta keep it flowing. You're silent, but the love's outspoken. Yeah, the love's potent. Oh, never wanna leave. So good that it's hard to believe. Almost like this got me feeling right. I can feel the sun even in the night. Cause I am surrounded by all the people I love. There's no reason to cry, cause I know that you will hold us. Oh, I feel you this Christmas. Letörölgettem az autót, mindenhol kitöröltem a falcokat, felnikot áttöröltem, de nem hiszitek el, hogy tűző napon van a kamera. Fölforrósodik, kírja, hogy túl magas a hőmérséklet, ki kell kapcsolnom, és magától kikapcsol. Úgyhogy ilyenkor egy 5-10 percet várunk, hogy vissza tudjon hűlni, hogy újra tudjak vele megint forgatni. Az autót letöröltem, teljesen tiszta. Igazából, hogyha egy alapmosást akarsz elvégezni, mindenféle kis finomítás nélkül, nem akarsz rá waxot tenni, semmit, csak le akarod szépen tisztára mosni az autódat, ennyi az egész. Simán meg tudod oldani. De ugye ezeket tudod még extrázni azzal, hogy leápolod a gumikat, teszel rá finish bevonatot, akár tartós waxot, áttörölgeted az ablakokat. Rengeteg mindent tudsz még az autóval csinálni, de egy alap mosásra, hogyha otthon nincs lehetőséged, vagy akár panellakásba laksz, ugye ott lent a parkolóban esélytelen ilyet csinálni, akkor ide eljössz, és simán meg tudod oldani azt, hogy az autódat gyönyörű szépen le tud mosni. Másik nagyon jó dolog, amit az előbb elfelejtettem megmutatni, nem tudom, ki csinálta ezt a mosót, és hogy ki az üzemeltetője, de nagyon nagy koponya. Az egyik jó dolog, hogy a csöveknek, miután nem használod, van egy ilyen akasztójuk, nézzétek. Ide be tudod akasztani, nem lóg, fityeg, nem ütődik neki az autódnak. Másik brutál jó dolog, ahol még sehol nem láttam, csipesz. Fogod a gumiszőnyegedet, beállsz, kirakod ide, befújod vegyszerrel, lesterimózod, még végzel az autóval, lecsöpög. Másik, hát ilyen esküszöm németben, ez felejtős. Külön ki van ide rakva a vegyszer, felni tisztító plusz motormosásra tudod használni. Ez egyszerűen álom ez a mosó, gyerekek. Szó szerint mondom nektek, hogy nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a helyet, mert ugye ameddig nincsen meg a saját garázsom, meg az a lehetőség, hogy én ezt otthon tudjam csinálni, addig ez itt a legtökéletesebb hely erre. Elnézést, hogy ennyire izadok, de nem hazudok, szerintem megint 35 fok van, brutális, és még csak melegebb lesz. Ezt is imádom, mert itt, amióta visszaköltöztünk, ahogy mondtam, egy cseppes őse esett, a kábriónak a tetét ándal le tudom engedni, nem kell felhúzni, nem, nincs eső. Úgyhogy ha letakarítod az autódat, egyszerűen gyönyörű szép tiszta marad. Úgyhogy én még annyival megextrázom, hogy teszek rá a finish bevonatot, leápolom a gumikat, ablakokat áttakarítom, és akkor utána el is készültünk az autóval. Szerintem zárom itt ezt a részt, fiúk, lányok, remélem, hogy tetszett. Végre, ahogy kértétek, nem csak autószerelős tartalom van a csatornán, hanem automosós is. Úgyhogy szerintem a végeredmény az magáért beszél, és nagyon jó érzés volt, majd, hogy nem orgazmussal felérő, hogy ilyen alaposan le tudtam mosni az automat. Úgyhogy remélem, nektek is tetszett. Ha van valami véleményetek, nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióba, tudjátok, mindet el szoktam olvasni. Én viszont elköszönök, mert megsülök, és 35 fok van. Úgyhogy útnak indulok. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van, aki nézi a csatornát, aki támogat, aki csak egy jó szót ír, mert higgyétek el, hogy nagyon sokat számít. Köszönöm azoknak is, akik csak megnézik a reklámokat a videóban, mert az is sokat számít. Úgyhogy elköszönök, kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőtt, délutánt, hételeit, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor nézi ezt a videót. Sziasztok! Oh,